Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök Itthon Otthon című magazin műsorunkat látják. Mai első beszélgetésünk témája az egészségfejlesztés, az egészségmegőrzés és az ezzel kapcsolatos kérdések. Nem tudom, hogy önök hallottak-e már az egészségfejlesztési irodákról. Számomra egy kicsit újszerű dolog volt, és ezért is gondoltuk azt, hogy utána járunk, hogy hogyan is működik ez a rendszer, egyáltalán a térségekben, a kistérségekben, mely települések hogyan tudnak ebbe bekapcsolódni, és tisztelettel és szeretettel mutatom be két beszélgető partnerünket. Hát a vendégjogán először ennek a Hajdúböszörményi Központú Egészségfejlesztési Irodának a szakmai vezetőjét, dr. Papp Erzsébetet, aki, ha jól tudom, akkor gyermekgyógyász, tehát Hajdúböszörményi Városi Rendelőintézetben, ha jól tudom, illetve a projektmenedzsert, barátné Megelai Erzsébetet, a Hajdunánási Városi Szokorvosi Rendelőintézetnek a vezetőjét, tehát most elsősorban, mint projektmenedzser, persze azt hiszem, hogy a két dolog nehezen választható el egymástól. Na hát akkor nagyon röviden, kezdjük azzal, hogy ez az egészségfejlesztési irodahálózat, mert most néhány órája utána néztem, tehát az országban, ha most nagyjából összeszámoltam, körülbelül 64, vagy már 68, tehát így itten körül számoltam én is. Tehát egész nagy térségeket fednek már ezek az irodák. Milyen kezdeményezése, hogyan, mikor indult ez az egész projekt? Mert gyakorlatilag ez egy pályázati projekt tulajdonképpen. Csak nagyon röviden röviden, mert majd utána beszélünk a pályázat születéséről, tehát ez 2012-ben készült ez a pályázat, ez egy támlapos pályázat, és ugye a három város, speciális a mi kistérségünk, ezt ugye mindig mindenhol elmondjuk, tehát három nagyváros alkotja ezt a kistérséget, de mind a három város megállapodott abban, és együttműködési megállapodást kötöttünk, hogy ezt a kistérségi egészségfejlesztési pályázatot benyújtjuk. A projektgazda a Hajdúböszörményi Rendelőintézet, de a mind a három település önkormányzata, egészségügyi intézménye, egészségügyi dolgozói, házi orvosok, civil szervezetek, tehát egy elég nagy területet lefedő együttműködést igényelt ez a pályázat. 2012-ben nyújtottuk be, 2013 év végén történt az értesítés, hogy sikeres volt ez a pályázat, de a támogatási szerződés csak 2014 márciusában lett aláírva, és innen viszont roham tempóban kellett a pályázatiban megfogalmazott programokat elindítani. Egy kis csúszás emiatt, mert ugye a pályázat futamidején viszont változtatni nem lehet, az 2015. augusztus 31, és ezt követi még egy 3 éves fenntartási kötelezettség. Ennyit röviden a pályázat születéséről. Az, hogy miért fontos, és hogy ezt most régóta beszélünk egészségügyi szakmai berkekben, hogy az ellátórendszer túlterhelt, és csomó olyan feladatot is végez, ami nem feltétlen az egészségügyi ellátórendszer, mint struktúra feladata lenne, és hogy nagyon fontos lenne egy olyan szemléletmód váltás a lakosság körében, és ezt egész pici kortól kellene elkezdeni, és családokban, és azokon a közösségi szintereken, ahol élnek az emberek, tanulnak, dolgoznak, egy hosszú munka, nem egyszerű munka, de végre elindult valami, mint ahogy mondtad is, hogy 58 ilyen egészségfejlesztési iroda kezdte el a működését. Induláskor, de azóta már több van. Nem, ez mind egy pályázati pénzből, tehát egy pályázati kiírás volt, akkor 58 sikeres pályázat indult. Hát voltak ugye egy picit korábban, tehát vannak olyan programok, amelyek már ez évben befejeződnek. Nekünk még most van egy szűk évünk arra, hogy ezt a pályázatot sikeresen befejezzük, és gondoskodjunk arról is, hogy a fenntartási időszakban is ez működni fogjon, vagy működni tudjon. Mindenféleképpen azt gondolom, hogy sikeres rendezvények lesznek, hiszen már a nyáron is volt itt Hajdúnánáson, de gondolom a másik két városban is. És hát azt is gondolom, hogy amikor összeállítottátok ezt az egész projektet, ez egy hatalmas anyag. Tehát ahogy jól láttam, 9 fő terület van, ahol klubok vannak, és kis közösségekre épül ez az egész. Ugye nem véletlen, hogy ennek az egésznek rendelőintézet a projektgazdája, és hogy a városi rendelőintézetek
kapcsolódtok ebbe be elsősorban, persze természetesen mellette civil szervezetek is. A megcélzott célcsoportok melyek? Tehát hosszú távú és rövid távú céljai vannak ennek a projektnek, mint általában minden pályázatnak. A hosszú távú céljaink azok egybecsengenek azzal a népegészségi programmal, aminek az lenne tulajdonképpen a célja, hogy a népbetegségeket, a mai napon szereplő népbetegségeket, tehát a szív- és érrendszeri betegségek, cukorbetegségeket, daganatos megbetegedéseket, ezeket csökkentsük. Ezen túl a rövid távú céljaink azok, hogy azokat a rizikócsoportokat, a rizikócsoportoknak a családjait, gyerekeit vegyük be ebbe a programba, akik életmódváltással, egymás segítésével, olyan közösségek létrehozásával, mint például egy ilyen betegség köré csoportosuló klubok, egymást tudják segíteni ebben az igen hosszú és igen nehéz munkában és feladatban. Tehát a célcsoportjaink azok a betegek, vagy azok a leendő betegek, akiknek mondjuk hajlama van egy cukorbetegség, vagy egy szívérrendszeri betegség kialakulására, akik túlsúlyosak, akik keveset mozognak, olyan személyek, akiknek a családjában vannak ilyenek, akik hajlandók arra, fiatalok még, és hajlandók arra, hogy az egészségük érdekében életmódot változtatnak, és ezáltal egy tudatosabb, egészségtudatosabb magatartást kövessenek az életük során. Ennek érdekében alakítottunk ki olyan klubokat, amelyek ezeket a célcsoportokat próbálják bevonzani a kis közösségükbe. Ilyen például egy szíve-érrendszeri klub, aztán van daganatos klub, diabéteses klub, van életmód és sportklubunk, ami mind a három településen nagyon jól működik. Különböző kültéri-beltéri programokkal próbálják becsábítani azokat az embereket, akiknek bármiféle olyan problémájuk van, hogy mozgásszervi, túlsúlyos, kevés, tehát mozgásszegény életmódot folytatnak. Aztán lehetőség van arra például, hogy olyan családoknak segítsen ez a pályázat, akiknek olyan gyermeke született, akinek valamiféle mozgásbeli elmaradása van, vagy valamiféle testi hibával született. Ezek a családok részt vehetnek mind a három településen, Hajdunánáson, Hajdudorogon és Hajdúböszörményben is. Egy korai fejlesztő klubnak a foglalkozásain, ahol mozgásfejlesztéssel, úszással, különböző játékos csoportfoglalkozásokkal ezeket a vele született hátrányokat egy kicsikét be tudják hozni. Ezáltal megtanulhatják a családok is azt, hogy hogyan éljenek egy ilyen gyerekkel, hogyan segítsenek az otthoni mindennapi életvitel lefolytatásában. Aztán különböző krízis helyzetekben élő, vagy akut krízis helyzetbe kerülő személyeknek ad segítséget a krízis klubunk, ami két részből áll. Az első részében egy adott szituációt elemez a pszichológus, amikor például mondok egy példát, válással, közeli ismerős, rokon elvesztésével kapcsolatos problémák, szenvedélybeteg a családban. Tehát van egy általános rész, ahol ő elmondja ezzel kapcsolatos tudnivalókat, és a foglalkozás másik részében pedig lehetőség van arra, hogy személyesen egyéni tanácsadásokon vegyenek részt. No, akkor röviden, de még vissza fogunk egy-két ilyen klubra térni, hiszen azt gondolom, hogy nem hiába való. Nagyon-nagyon szép célok ezek, és azt gondolom, hogy a magyar társadalomban már nagyon régóta bizonyos körök szorgalmazzák ezeket, hiszen főként az egészségügyben dolgozók tudják azt, hogy bizony-bizony a lakosságnak jó nagy százaléka valamilyen hátránnyal küszködik, akár az elhízásra gondolok, vagy a dohányzásra, vagy az alkoholizmusra, vagy egyáltalán bármiféle fajta olyan pszichés, mentális elváltozásra, betegségre, ami bizony valamilyen szinten kezelésre, vagy pedig valamilyen féle fajta segítségre szorulnának ezek az emberek. De mennyire fogadókész ez a három település? Tehát az emberek mennyire ismerik, és mennyire veszik igénybe? Tehát mennyire mennek oda, ugye láttam szórólapokat, hogy
bevállalják azt, hogy ők esetleg egy anonim alkoholista klubba mennek, vagy ilyen torna, tehát ilyen egészségmegőrző, túlsúlyosakkal foglalkozó bármilyenféle fajta foglalkozásra. Mi a tapasztalata a projektmenedzsernek? Mi is olyan nagy reményekkel indultunk, hogy ez egy olyan nagyon jól összerakott program, mert ugye... Egymásba illeszkednek, mint a fogas kerekek. Igazából azzal kezdődik, hogy az egészségfejlesztési iroda munkatársai a házi orvosokkal, tehát mind a három település házi orvosaival együttműködve egy állapotfelmérést csinálnak, vagy készítenek azoknak, akik ezt igénybe veszik. Tehát ezért vagyunk kint nagy rendezvényeken, ezért van az egészségfejlesztési irodában 9-től 3-ig lehetőség arra, hogy oda bárki bemegy egy állapotfelmérést, és ezeknek az embereknek az állapot követése is történik. És az állapotfelmérés után, amikor megtörténik a kockázatelemzés, ugye akkor segítenénk abban, hogy a megfelelő klubokba, a megfelelő programokra eljussanak a kiszűrtek, vagy akik igénybe vették ezt a szolgáltatást. És nem fogom tagadni, hogy ez a legnagyobb részete, vagy a legnagyobb nehézsége, hogy hogyan juttassuk el az emberekhez, a megszólítottakhoz ezeket a programokat. Természetesen voltak olyan klubok, akik már az egészségfejlesztési pályázat előtt is működtek. Tehát ennek a pályázatnak az lenne a lényege, hogy a három városban, tehát nem mindenki magába csinálja a kis egyéni dolgait, hanem legyen egy ilyen központi egészségfejlesztési iroda, aki a kistérségben az egészségfejlesztéssel kapcsolatos programokat, civil szervezeteket, akár oktatási intézmény, akár egyéb koordinálja, és tudjanak egymás, ne menjünk el egymás mellett. Ezt azt hiszem, hogy ez a legnehezebb része, ennek a koordinációja, és természetesen megint utalok arra, hogy nagyon speciális a mi kistérségünk. Tehát az Országos Egészségfejlesztési Intézet koordinálja ezt az egészségfejlesztési pályázatokat, és amikor megismerünk más egészségfejlesztési iroda működését, akkor a szakmai vezetővel mindig arra jutunk, hogy könnyebb helyzetben vannak azok, ahol nem 52 ezer ellátottról, hanem csak 17 ezerről is több apróbb település alkot mondjuk egy kistérségi egészségfejlesztési populációt, sikeresebbek a programok. Na most mi meg azért vagyunk, hogy találjuk ki, hogy ennek ellenére hogyan juttassuk el az emberekhez, és hogy minél nagyobb számban vegyék igénybe. Pedig hát azt gondolom, hogy pontosan a 10 000 vagy a 10 000 főnél nagyobb lakosú lélekszámú települések azok, ahol talán fokozottabban jelentkeznek ezek az egészségkárosodások, mint mondjuk a kis településeken a néhány százas, bár nem tudom én ezt csak, mint laikus gondolom. Tehát hozzátartozik az egészhez az, hogy itt tulajdonképpen olyan ellátásokat is kaphatnak az ideforduló emberek, teljesen ingyenes, ha jól tudom, hogy amiért esetleg egy vérnyomásmérés vagy egy vércukorszintmérés esetleg sorba ülnek, állnak a rendelőintézetben. Hogy tapasztalják ennek a gyakorlati megvalósulását? Ez így van. Most visszatérve még egy icipicit az előző kérdésre, hogy minden korosztályt megpróbálunk másképpen elérni. Tehát, hogy jut el az információ. A tapasztalatunk az, hogy a plakátokat nem nagyon szeretik elolvasni az emberek, és azok a klubok, vagy azok a rendezvények működnek legjobban, ahol így szájról szájra terjed az információ. Tehát, hogyha elmentem egy szűrésre, ami valóban ingyenes, általában azt szeretjük, hogyha bejelentkezés alapján mennek el az EFI irodába a páciensek, mert akkor nem kell várni. Tehát elkerüljük azt, ami az orvosi rendelőben van, hogy akkor egy órát, két órát ott kell ücsörögni, míg megmérik a vérnyomásuk. Nagyon kedves munkatársaink vannak, akit meg lehet keresni telefonon, és akkor meg lehet velük beszélni egy olyan időpontot, amikor
nagyon szívesen várják a pácienseket, beülnek a rendelőbe, elbeszélgetnek, el lehet mondani a problémákat, közben megcsinálják azokat a vérméréseket, amikről az előbb már volt szó, tehát vérnyomásmérés, koleszterin, vércukor, nagyon szeretik a testzsírmérést a páciensek, és amikor ezek megvannak, akkor át lehet ezeket a dolgokat beszélni. Van idő arra, hogy elmondani, hogy igen, a néninek van egy kis magas vérnyomása, egy kicsit túlsúlyos is, akkor vannak ezek a lehetőségek, tessék már meglátogatni. Kap mindenki egy ilyen kiadványt, amit esetleg majd meg is be is lehet mutatni, felírják az értékeit, meg lehet azt tenni, hogy 3 hónap múlva vissza lehet fáradni, és akkor meg lehet ezeket beszélni, hogy eljutott-e valamilyen rendezvényre a páciens, tetszett-e, miben vett részt, van aztán személyre szabott testmozgás tanácsadás, személyre szabott étrendi tanácsadás, ahol 4 szem közt meg lehet ezeket a problémákat beszélni, dietetikus, étrendi tanácsadó, gyógytornász van bevonva a programba, és ott kettesben meg lehet beszélni minden olyan jellegű problémát, amit mondjuk esetleg egy klubban nem szívesen beszél meg a páciens. Doktornő említette, hogy dietetikus, tehát gyógytornász is van, és akkor itt gyógytorna is folyik egyébként, vagy pedig csak tanácsadás? Ezt nem tudom, mert ugye azért ez is egy olyan dolog, ami egyébként a hétköznapokban akár fizetős is lehet, és ez azért nem egy olcsó mulatság. Tanácsadás. Tanácsadás. És persze, ha még egyszer írnánk a pályázatot, akkor már most tudjuk, hogy milyen pontokon kellene változtatni. Ez is nagyon jó, hogy van egy tanácsadás, de az lenne jó, ha havi rendszerességgel, vagy heti rendszerességgel is lehetnének olyan gyógytornász által, és inkább azt mondom, hogy gyógytornászok által, mert azt is csak kis csoportban is. Erre nagy igény lenne, de ez most csak... De abban tudunk segíteni, hogy hová irányítsuk. Tehát egy testmozgás tanácsadás is el tudjuk irányítani az ellátó intézetekbe, ahol ugye igénybe tudja venni ezt a szolgáltatást. Vagy ha megtanulja, akkor nekünk az a célunk, hogy ezt magáévá tegyék az emberek. Tehát a mindennapjaikban. Tehát akár az étrendi tanácsadásnak, akár a mozgás tanácsadásnak is, hogy többször megtanulja, és akkor ezt otthon a mindennapjaiban végzi. Ugye az étrendi tanácsadásnál tartottunk, tehát ugye olvastam itt, hogy van életmód, ez az életmód sportklub? Nem. Vagy pedig van, életmód van, főző személyre. Tanfolyam, igen. Bocsánat, igen, egészséges igen, táplálkozás. Igen. Tehát ugye ennek keretében dietetikus vezetésével, tehát egy valódi konyhában mi is történik, hogy történik mindez? Mert ez azt hiszem sokakat érdekelne. Mind a 3 településen működik ez az életmód főzőtanfolyam, amelynek az a célja, hogy korszerű dietetikai ismeretek alapján megtanuljuk a mindennapjainkban, hogy hogyan készítsünk el egy egészséges ételt. A főzőtanfolyam első részében mindig az alapoktól elindulva az elméletet is meg lehet ismerni, és aztán különböző betegcsoportokra vetítve mindig van egy menü, amit a főzőtanfolyamon el is készítenek, ami természetesen utána el is lehet fogyasztani. Tehát ez egy roppant érdekes lehetőség, érdekes, nagyon, aki eljár, az nagyon-nagyon szeret menni, mert nem csak egy kikapcsolódás, egy nagyon kellemes közösség van itt, így kis csoportokban zajlik egyébként a klub foglalkozás, tehát nyilván ezek a foglalkozások, tanfolyamok tankonyhában zajlanak, tehát nem alkalmasak arra, hogy 30 főbe menjen egyszerre főzőcskézni, tehát egy 5, maximum 8 fő vehet részt ezeken a tanfolyamokon, és akkor a dietetikus elmondja az alapokat, utána együtt elkészítik az ételeket, és utána pedig elfogyasztják. Tehát ez Hajdonállásson, ugye, ha jól tudom, akkor a Gyermek- és Közétkeztetési KHT-ban történik. Jól működik? Rendszeresen? Hogy van ez itt Hajdonállásson? Rendszeresen működik, tehát a klubvezető azt rendszeresen tartja ezeket a foglalkozásokat. Ugye két kis csoportban fog, tehát mert úgy van értelme, hogy egy kis csoport, és akkor végigvesszük azt a tematikát, ami alapján
elsajátítják mondjuk a korszerű konyhatechnológiai, vagy pedig egyes betegségtípusokra vonatkozó diétákat, és akkor ugyanezt fogjuk megismételni majd egy másik ilyen csoporttal. Természetesen ennek az áteresztő képessége, a keresztmetszet az azért szűkebb mondjuk, mint egy nagy rendezvényen, ahol szintén ott vannak a dietetikusaink, vagy dietetikusunk, és ott személyre szabottan étrendi tanácsot tud adni. Az nem gyakorlati útmutatás, csak elméleti útmutatás, de nagyon sok érdeklődő szokott lenni ezeken a rendezvényeken, és nagyon úgy látjuk, hogy szeretettel fordulnak. Tehát azért, amikor egy egészségügyi ellátó intézménybe megy be a beteg, az ott azért mindig van benne egy némi kis szorongás. Ez meg ugye egy egészségnap keretében, ahol ami volt a városban is, nagyon érdekes kiállítók, fellépők, tehát ez egy kicsit ilyen lazább környezetben. Szerintem szívesebben megnyílnak, és szívesebben is kérdeznek a kliensek. Ugye Erzsik említette, hogy rendezvények, tehát itt Hajdonálmáson is volt egy nagy rendezvény nyáron, én arra emlékszem, mert gondolom több kisebb olyan program is van, amire hívják, várják szeretettel bármelyik célcsoportot, akárkit. Például Hajdúböszörön jön, Hajdúdorogon ez hogyan alakul? A nagy rendezvények tekintetében hasonló az eloszlása mind a három településen, tehát az idén mind a három, illetve hát Hajdúnálmáson és Hajdúböszörményben volt már egy-egy egész napos egészségnap rendezvényünk. Hajdúdorogon egy picikét ez későbbre fog csúszni, de ott is meg lesz. Tavasszal pedig szintén egy nagy volumenű sportnapot tervezünk mind a három településen. Aztán most az idősek hónapja van, és nem feledkezünk el az idős emberekről sem. Az idősek hónapja keretén belül is lesznek szűrővizsgálatok, az idős otthonokba el fogunk menni az iroda munkatársaival, és ott lehetőség lesz a szűrővizsgálatok, amiről az előbb beszéltünk, azoknak a szűrővizsgálatoknak az elvégzésére, illetve hát szemészet és hallásszűrést is szervezünk. Aztán ilyen nagy rendezvényeink lesznek még, flashmob a jövő évben, aztán nagy rendezvényünk mi lesz még? Az nem lehet, de én nagy rendezvénynek tartom az interaktív kiállítást. Ja, igen, hát a legfontosabbat majdnem elfelejtettem, ezt még most kezdjük szervezni, és még nagyon, nagyon érdekes lesz, csak még nem látjuk, hogy milyen lesz a végleges formája. Ez egy-egy hónapos, tehát mind a három településen kb. Egy hónapig tartó interaktív kiállítás lesz, amelyen a dohányzás, az egészségtelen táplálkozásnak a káros hatásairól lesznek nagyon érdekes poszterek, játékos formában meg lehet majd próbálni, hogy milyen az, amikor valaki alkoholos befolyásoltság alatt van. Tehát ezt főleg az iskolások számára szervezzük, és majd csoportos formában lesz látogatható. Tehát azt tervezzük, hogy a nagyobb felső tagozatos iskolások, illetve a középiskolások számára elérhető legyen ez a kirándulás, és mint egy osztályfőnöki úra úgy lehet majd ezt a kiállítást megtekinteni. Tehát, hogy itt már egy picit előre szaladtunk, tehát itt már szinte az egész jövő évi programokról beszéltünk, de most, tehát itt most, bocsánat, de Hajdúnálmáson vagyunk, tehát azért itt elsősorban a hajdúnálmásiakat érinti, hogy most a közeljövőben milyen olyan programra várnak mindenkit, vagy pedig célzottan ugye az időseket, ugye esetenről szó, hogy idősek hónapja van, mit tudnak megnézni, hol tudnak elmenni? Ezek a konkrét rendezvények ugye mindig konkrét napon, tehát az idősek napja, ami így szerepel a programunkban, ugye ez vagy a város legnagyobb szociális intézményében történik egy kihelyezve egy délutánra, vagy pedig nyugdíjas klub, a legnagyobb nyugdíjas klub keretében sorra fog kerülni Hajdúnálmás is, holnap lesz Hajdúböszörményben, konkrét időpontot még nem tudunk mondani, de ugyanolyan tájékoztatást fognak kapni, és ezen szeretnénk egy kicsit változtatni, hogy hogyan juttassuk el, tehát plakátok mellett, akár egyéni kis szórólapokon is, hogy ezek a programok mikor történnek.
Itt még a klubokról, illetve erről a kis közösségekről, tehát ugye itt azt gondolom, hogy tehát a daganatos betegek klubja, illetve a veremélyén, tehát a krízis helyzetben lévők, ezek ilyen nagyon, tehát nagyon-nagyon összefüggő dolgok. Itt Hajdunálmáson van érdeklődés, illetve ha van, akkor mekkora ezek iránt? De most azt azért tudni kell, hogy nem minden klub működik mind a három településen. Tehát a daganatos klub azt Hajdúböszörményben működik. Természetesen hajdunás és hajdudorogi lakos is igénybe vehetné, bár ez nem jellemző. De a krízis klub az Hajdunáláson is működik. Én megmondom őszintén, hogy nagyobb igénybevétel vagy megjelenésre számítottam. Tehát a klubvezetőink, vagy akik a programkoordinátorok pedig még egyéni úton is próbálnak eljuttatni ezeket a programokat. Tehát a Facebook oldaltól kezdve a honlapunk van, biztos időbe fog telni, amíg ez közismerté válik, és egy mozdulattal rákattintanak, hogy megnézzük, hogy akkor mi lesz a következő hónapban. Gyakoroljuk még. Tehát ezen nincs mit tagadni, tehát a 6 hónap nagyon gyorsan kellett beindítani, pontosan azért, mert 6 hónapos csúszással volt a támogatási szerződés. Nekünk is új ez az egész, mint az egész országban. Tehát egy picit mi is tanuljuk, hogy hogyan kell egészségfejlesztést csinálni. Bízunk benne, hogy majd a fenntartási időszakban sokkal nagyobb eredményeket tudunk felmutatni, bár ugye minden pályázatnak kötelező eleme az indikátorok, tehát indikátorok teljesítésében nem állunk rosszul. Tehát ha azt mondom, hogy a 6-7 hónap alatt 2500 főnél járunk körülbelül, aki valamilyen programunkon részt vett, vagy nagy rendezvényen, vagy az egészségfejlesztési iroda állapotfelmérésein. Mert természetesen, amikor bármelyik civil szervezet megkeres, vagy bármelyik településen van olyan rendezvény, akkor mi ebbe mindig bekapcsolódunk. Nem a mi szervezésünk, de közös szervezés, és csatlakozunk hozzájuk, tehát ott vagyunk azokkal a csapattal, akivel a saját szervezésű nagy rendezvényeinken is. Így van, de hát ezt is szerettem volna kérdezni, Erzsike, hogy a civil szervezetekkel, mert gondolom, tehát vannak munkatársak, tehát említették a házi orvosokat is, de hogy még ezen túlmenően, tehát ez egy óriási nagy terület. Tehát itt azért embereket kell mozgatni, tehát valahol programszervezőknek is valamilyen szinten lenni kell, hiszen különben tényleg nem jut el az emberekhez. Már csak annál is inkább, mert itt végig azon gondolkodtam, hogy tehát az emberek gondolkodásmódját iszonyú nehéz átállítani. Tehát én azt mondom, hogy ilyen szempontból kétféle ember van, aki mindenki is szösszel a rendelőintézetben áll meg, és van, aki már még akkor se igazán megy, amikor már a mentő viszi. Tehát azért, vagy legalábbis azt gondolom, hogy kicsit sarkítva, de valahogy így néz ki. Böszörményben, tehát a nagyobb város, ez hogyan működik? Ez egyébként így van, de még én annyit hozzátennék, és ez a krízisklubról jutott eszembe, hogy nagyon nehezen nyílnak meg az emberek. Tehát a saját problémáikról nagyon, nagyon nehezen nyílnak meg, és talán mivel ez a krízisklub, ez egy új dolog, és nagyon kevés ember az, aki el tudja mondani a másiknak, akivel találkozik, hogy lóg az orra is, hogy látja rajta, hogy valami baj van, és nem tudja azt mondani neki, hogy figyelj, én voltam itt, és itt olyan jó tanácsokat adtak nekem, hogy gyere el te is ebbe a krízisklubba. Tehát egy picit nehezen is nyílnak meg, nehezen is, tehát nehezen jutnak el az emberek egy ilyen klubba, pedig nagyon-nagyon tudnám ajánlani, mert pszichológus, tehát szakember segítségével így ezeket az akut krízis állapotokat nagyon jól lehet kezelni. Hajdúböszörményben, hogy hogy áll a részvétel, vagy... Hát inkább arról, hogy mennyire nyitottabbak talán, vagy mennyire érdeklődőbbek, mondjuk az ilyen típusú közösségek, mert nem is mondom, hogy klub, inkább közösségek iránt. Annyi előnye van talán Böszörménynek, hogy több klub működik,
több klub működik, régebben működnek a klubok, jobban ismerik az emberek ezt a formát, tehát ha valaki eljár egy idősek klubjába, akkor ő már hall egy kicsit erről a szívérrendszeri klubba, akkor abba is belekóstol. Nagyon nagy múltú például a daganatos klub, ami nagyon népszerű a városban. Én nem gondolnám, hogy sokkal nyitottabbak lennének az emberek, csak megvan az az előny, hogy ott régebben van, jobban ismerik, jobban terjednek ezek a formák. No, hát ez a nagyon rövidke kis beszélgetés, hiszen már jól eltelt az idő, pedig még most kezdtünk hozzá. Talán ez is segíteni fog abban, hogy jobban megismerjék az emberek. De még mielőtt bezárnánk a beszélgetésünket. Hajdunánáson akkor mely napokon, hol, hány, mettől meddig tudnak esetleg az emberek bemenni, egyáltalán erről tájékozódni, részt venni? Mivel az elején említettem, hogy a projekt gazda az ugye a Hajdúböszörményi Rendelőintézet, és a maga az egészségfejlesztési iroda az ugye Hajdúböszörményben található, nem mindenhol a plakátokon az elérhetőség, tehát a Hajdúböszörményben lévő egészségfejlesztési iroda az a hajdunenes és a hajdudorogi lakosért is van. Tehát bármikor, bárki, bármilyen ügyben segítségért fordulhat hozzájuk, és egy héten egyszer, keddi napokon kihelyezett egészségfejlesztési iroda is működik, az a nálunk a rendelőintézetben, tehát oda is bármikor bejöhet valaki és megkérdezhet, és természetesen akár én, akár a szakmai vezető, tehát aki ebben a munkában részt vesz, az bármikor, bármiben. Egyébként egy mondatot arra az előbb, amikor beszélgettünk arról, hogy én azért látok egyfajta nyitottságot az irányban, hogy a nagy rendezvényeiken, vagy a kihelyezett ilyen szűrőnapokon van most már egy bátorsága kérdezni az embereknek. És van egyfajta igény a változtatásra. Tehát megkérdezik, hogy ez a fajta kenyér jó-e, vagy ezt vegyem, tehát hogy, vagy minek mennyi a kalóriatartalma, tehát egy étrendi tanácsadásnál, tehát nyitottabbak. Ez egy hosszú folyamat lesz. Ez igaz, viszont ezt alá tudom támasztani, mert például a pékségekben én vagy 2-3-ban szoktam megfordulni, és ott nagyon sok embert látok, aki teljes kiürlésű kenyeret, kiflit, zsömlét vesz, és idős nénik, bácsik. Igen. Tehát nagyon sokat látok, úgyhogy szerintem, ha valaminek bizonyára köszönhető ez az egész dolog. Tehát akkor a Hajdunánáson keddenként, minden héten kedden, a rendelőintézetben. Igen. Hánytól meddig? 10-től 12-ig. Igen. Egy órától két óráig. És egyébként bármikor telefonszámok rendelkezésre állnak, minden, szórólapokon. Minden kiadványon, minden szórólapon, Facebookon, honlapon, mindenhol ott vannak az elérhetőségek, a telefonszámok, és mindenkit tudunk buzdítani, minél több rendezvényen és foglalkozáson vegyenek részt. Hát már annál is inkább kedves nézőink, miután ezt ugye már említettük, ez egy ingyenes szolgáltatás, tehát tényleg nem kell a rendelőintézetben sorba állni, itt még tajkártyát sem kérnek, ha jól tudom. Vagy kérnek? Nem. Nem szükséges, tehát nem kell a tajkártya sem. Tehát bárki bármikor be tud menni bármelyik rendelőintézetbe. Hölgyeim, nagyon szépen köszönöm, hogy egy kis rövid tájékoztatást tudtunk adni erről az egészségfejlesztési irodáról, ami ugye most ebben a három településben ilyen-olyan szinten működik, és hát nagyon reméljük, hogy sok embert el tudnak érni, és a fenntartási idő után, tehát majd a 3 év után is olyan igény lesz, hogy lehet, hogy egy újabb pályázatot, vagy pedig már akár egy önfenntartóvá is tud egy ilyen iroda válni. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönjük a meghívást.
Bocskai Korona. Hajdúnánás önálló utalványa és fizetőeszköze. A város és a közösség fejlődéséért. A felhasználóknak kézzelfogható kedvezményt nyújt az elfogadó helyeken. Az elfogadó helyeknek biztos kereseti oldalt jelent. Helyben tartja a tőkét, így erősíti Hajdúnánás gazdaságát. Bocskai Korona. Városunk értéke, közösségünk ereje. www.bocskaikorona.hu. Történt egyszer, nem is olyan régen. A szép hajdúság északi csücskében élt egy város szorgos népe. Az emberek eleinte észre sem vették a változást, csak rohantak napi teendőik után. Nem kell hozzá a bölcsek köve, csak a józan paraszti ész. Nánási portéka, a nánási termelők piacán. A Hajdonállási Református Általános Iskola és Óvodában ez év nyarán lejárt Szabóné Martéva igazgatóasszonynak az 5 éves megbízása, tehát gyakorlatilag már 2x5 évet tudhatott maga mögött, és hát megírta a pályázatát, és újabb 5 évre megbízatást kapott az iskola az intézmény vezetésére. Szeretettel és tisztelettel köszöntelek, kedves Éva, és hát akkor beszéljünk erről. Hát mondjuk a mögötted levő 10 évről elsősorban most először, és aztán utána pedig mindarról, amit a pályázatodban leírtál, hiszen azért ez a megbízatásod most egy picikét másabb elbírálás alatt volt, mint az eddigi 2x5 év. Tehát először is, hát 10 év azért az már gondolom egy jelentős idő. Sok minden történt, fejlesztések voltak, nagyon szépen működik a református általános iskola, és ugye 2011 óta már az óvoda is, tehát egész nagy területeket lefed most már a Hajdúnánási Református Egyházközség és intézményei. Milyen volt ez az elmúlt 10 év? Szeretettel köszöntöm a televízió nézőit, és örülök, hogy itt lehetek, mert ha évfordulóról beszélünk, akkor elsőrenden nem is erről a 10 évről kell most beszélnünk, hanem 20 évről, mert pontosan ebben az évben 20 éve indult újra a Református Egyházközség iskolája. Tehát éppen egy jubileumi évben is vagyunk, és ebből a 20 évből adott a Jóisten nekem egy 10 éves lehetőséget az iskola vezetésére. Valóban 2x5 év után vagyok, és nem igazán pályázatot írtam én, mert nem írt ki pályázatot a presbitérium, hanem vezetői programot készítettem természetesen, hisz akkor is elkészítjük a vezetői programot, hogyha ez nincs megpályáztatva. Éppen ezt hoztam itt el a stúdióba. És annyiban új ez a korábbi évekhez képest, hogy most már a köznevelési törvény szerint az egyházi intézmények vezetőit is a presbitérium döntése után a minisztérium hagyja jóvá. Tehát ennyi volt új a mostani megbízásomban, a 3. 5 évben. Hát nagy hálás szívvel tekintek vissza az elmúlt 10 esztendőre. Egy nagyon szép korszak és áldott korszaka volt a református iskola fejlődésének ez a 10 év, és én azután tudok erről beszélni, ahogy a református hálózat látja a mi iskolánkat. Hisz az elmúlt évben már egyfajta bázis iskola is lettünk a református hálózatban. Az egyházkerület egy mintaiskolának tekint bennünket, és azok a települések, akik református iskolákat vettek át az elmúlt évben, azok ide jártak hozzánk, legalább 6 települést fogadtunk tanulni. Mintát mutattak a mi iskolánkban, hogy néz ki egy református iskola. Többek között a tisztaújvárosi szocialista polgármester személyesen kísért el egy tantestületet az elmúlt évben, mert ott is egyháziskolát adtak el. Tehát ilyen érdekesség is benne van a mi történetünkben. És az a minőségi fejlődés, amire visszatudunk tekinteni az elmúlt 10 évben, a református hálózatban nagyon elismert, több az ország különböző településein voltam református iskoláknál, ahol kíváncsiak arra, hogy hogyan csináltuk, és én erről egy előadásokat tartottam. Hát, hogyha végigtekintünk az elmúlt éveken, tehát mind a mellett, hogy egy olyan szakmai munka folyt a református iskolában, amit említettél, tehát, hogy példaértékű és mintaértékű, de mind a mellett
nagyon sok pályázatot is nyertetek. Tehát ugye ez is jelentősen tudja javítani úgy az oktatás szakmai színvonalát, mint a tárgyi feltételeket. És hát ugye ne feledkezzünk meg arról, hogy gyakorlatilag megépült egy gyönyörű tornacsarnok. Tehát felújult az iskola kívül belül. Tehát én azt gondolom, hogy gyakorlatilag van mire nézni, ahogy Nánáson szokták mondani. Tehát nem volt ez egy olyan, hát jó, el volt, tehát ez egy kiemelkedő 10 év volt, és azért az nagyon érdemes megnézni, hogy amikor ugye említetted 20 éve, amikor indult ez a református általános iskola. Hát nem tudom, ha most megkérdeznénk azokat az embereket, hogy akik ezt elindították, meg akik nem akarták, hiszen volt azért ekkörül jó sok bonyodalom, hogy vajon hitték, gondolták azt, hogy 20 év múlva ilyen eredményeket fog elérni, felmutatni ez az intézmény? Mit gondolsz? Biztos beszélgetetek ti erről. Sokat beszélgetünk erről, és nagyon jó példa arra a mi iskolánk története, hogy hát egyáltalán nem úgy van, ahogy az emberek akarják. Lehet akarnakoskodni, beleszólni, éppen akkor ott lévő városvezetőknek, de az Isten akar valamit, és azt az akaratot nem lehet félrevinni. Ennek a bizonyítéka vagyunk, és valóban én jól tudom, hogy minden, ami történt, az Isten áldásával történt. És én erre egy eszköz voltam. Isten rám bízta a feladatot, egy kiváló tantestülettel tudtuk ezt az eredményt így elérni. És hál' Istennek ott van mellettünk szeretetben a mi fenntartunk, a Hajdanánás Református Egyházközség, aki megteremtette ezeket a feltételeket, amiről beszéltél. Valóban a 2010-ben a szép új tornatermünk, annak az volt a feltétele ahhoz, hogy óvodát vehessünk át, hogy legyen tornatermünk, mert egyébként akkor a tárgyi feltétel nem lett volna meg az óvoda részére is, tehát valahogy így épült egymásra, és igen, ami nagyon sok munkánk, hisz nagyon sok pályázati forrásunk érkezett, ami szakmai források első helyen, de tárgyi feltételeinket is javította. Például mi már 2007 óta IPR-es iskola vagyunk, ami nagyban segítette ez a pályázat, ennek a normatívának a lehívása, az intézményünknek a berendezéseit, az osztálytermek berendezését. Bocsáss meg, Éva, csak a nézők kedvéért, mit jelent ez a rövidítés, hogy tudják? Ez azt jelenti, hogy mi fogadtuk, és a mai napig szeretettel fogadjuk a hátrányos helyzetű gyerekeket, és mi a hátrányos helyzetű gyerekekkel együtt értük el azt a nagyon szép szakmai eredményt, amit most már tényleg elismer a város is, és elismer a református hálózat is. És mivel fogadtuk a hátrányos helyzetű gyerekeket, rájuk lehívható volt egy normatíva, aminek segítségével ez egy pályázat volt minden esetben. Például iskola bútorokat tudtunk vásárolni, tehát magát a berendezést tudtuk segíteni, és amellett nagyon sok mindenben segíteni tudtuk a gyermekeket. Többek között éppen a tehetséggondozást, mert hát a hátrányos helyzetű gyermekek körében is nagyon sok a tehetséges gyerek. Téves azt gondolni, hogy ők nem tehetségesek. És az nem volt soha akadálya annak, hogy gyerekeket országos versenyekre vigyük, mert elvitte az egyházbusza, kifizettük a nevezési díjakat, és mindenben segítettük, egyfajta tehetséggondozásra is használtuk ezt a forrást. Emellett természetesen tárgyi feltételeink is nagyon javultak, hisz ma már minden osztályteremben nálunk is interaktív táblák vannak, egy egészen új könyvtár jött létre, tehát mi alapított, vagy Buszkoné Magérénke név szerint is mondom, hogy ő az, aki egy könyvtárt hozott létre, hisz nem volt könyvtára. Szabályos könyvtára nem volt az iskolának 2004-ben, amikor igazgató lettem, és ott ugye könyvek voltak. Volt egy helyiség, ahol voltak könyvek, és ennek most már teljes felszereltségében, tehát modernizálásában egy tiópos pályázat éppen ezt segítette több mint 5 millió forint értékben. Tehát ilyen módon tárgyi feltételeinkben is valóban gazdagodtunk, és a tehetséggondozásunkat is segítette ez is, hisz erről vagyunk ismertek, mint különlegesség az intézményünknek, ez a NIVO program, ahol kis csoportban, 15, most is 15 csoportunk van, ahol fejlesztjük a gyerekeket, tulajdonképpen versenyre készítjük fel őket, és nem minden gyereket, csak készítjük a továbbtanulásra,
mert nem minden gyerek szeret versenyezni, de ez egy fontos része. És ezzel együtt bejárjuk az országot, tehát elviszik őket, kirándultatjuk őket, ilyen lehetőséget biztosítunk számukra. Tehát ugye mondjuk ez a tehetséggondozó program, de hát minden mellett vannak azért olyan gyerekek is, hiszen említett, hogy hátrányos helyzetű gyerekeket fogadtok, és azért ebben bizony azért akad jó néhány olyan gyerek, akinél problémás magatartás zavar, fejlődésbeli zavar, akiket szintén nagy szeretettel fogadtok, és ott vannak a református általános iskola osztályában. Én ezt annyiban pontosítanám, hogy a magatartás zavaros gyerekek nem csak a hátrányos helyzetű gyerekeknél vannak, nagyon sok jó családban komoly magatartás problémák vannak. Pontosan abból is adódik, hogy sajnos sérülnek a családok. Ma ugye, tehát, és a hátrányos helyzetűt én így értettem, valóban vannak ilyen problémás, mint ahogy minden iskolában nálunk is. Most már nincs több, mint a Boskai iskolában, hisz egyre jobb, úgymond családok kerülnek, keresztény családok is egyre többen vannak most már az iskolánk mellett, illetve hát ugye már lassan kikerült egy generáció az iskolából, akiknek a testvérei, a családok megismerték a mi munkánkat, és nem elmondások alapján hozzák vagy nem hozzák a gyerekeket, hanem amit ők maguk megtapasztaltak a mi közösségünkben, abban a közegben, amiben tudjuk a gyermeket nevelni. És bizony nagyon sok olyan szülő tud erről nyilatkozni, aki problémás, lelki problémával hozta oda a gyermekét, és ott megnyugodott a mi iskolánkban. Ugyanakkor gondoskodunk szakmailag is ezekről a gyerekekről. Éppen a nyár folyamán kötöttünk szerződést az Egységes Református Pedagógiai Szakszolgálattal, és ennek következtében most a mi iskolánkban főállásban már gyógypedagógus van, logopédus van, fejlesztőpedagógus, illetve megvan a kapcsolatunk a szakszolgálattal, utazópedagógusként pszichológus is alkalmaz a szakszolgálat, illetve van egy kiváló munkatársunk, aki egyfajta szociális kompetenciát fejleszt a gyermekeknek, amit végtelenül fontosnak gondolunk minden év folyamon. Teljes szűrés történt az iskolába. Ezeknek a szűréseknek a fejlesztései folynak most már különböző csoportokban. És a szociális kompetenciák fejlesztésénél pedig a gyermekeket, tehát arra neveljük, hogy felelősséggel tartozik ebben a társadalomban, és azok a kis diákcsínyek, amiket elkövetnek a gyerekek, azokból hogyan történhet nagyobb baj, probléma, hogyha, amit ő nem is akart. Akár egy táska elvette a másiktól, és ugye ebből milyen probléma adódhat. Tehát nagyon sok irányú az a tevékenységünk, amit én úgy szoktam fogalmazni, hogy mi ebben nem csak a gyerekeket, hanem a szülőket is segítjük. Mert tehát egyfajta közösségfejlesztést valósítatok meg. És a szüleink, akik szeretettel vannak iskolánk iránt, elfogadják. Akár a koromnál fogva is a javaslataimat, a véleményemet, a segítségemet, ha kell a családi gondok megoldásában is, meg a pedagógusaink véleményét is. Tehát tisztelik, szeretik a szülők a pedagógusokat a református iskolába, és ebben is mi valóban célirányosan segítjük. Nyilván a mögöttünk lévő egyházközség, lelkipásztorok szintén nagy segítséget jelentenek ebben a szülőknek, hisz amikor a családi vasárnapok vannak, akkor a lelkipásztorok úgy készülnek az ige hirdetésre, hogy tudják, hogy akkor tele lesz a templom, mert már olyan sokan vagyunk, hogy két alkalommal kell családi, tehát ha a gyülekezeti házban vagyunk, akkor már az iskola sem fér be. Külön szokott lenni, akkor 9-től is, 10-től is istentisztelet van. A templomba hál' Istennek beférünk együtt is, és akkor a lelkipásztorok úgy készülnek, hogy nagyon sok szülő is jön a templomunkba. Amit mindig így szoktunk hangsúlyozni, hogy nem kötelező jönni a szülőknek, de szeretettel várjuk, szeretnek jönni. Így fogalmaznak a nem hívő szülők, hogy egyfajta életvezetési tanácsokat kapnak, hogyha eljönnek. És nekünk ez is nagy segítség. A szülők egy családba érkeznek, mert így még ezzel együtt, hogy most már egyre többen vagyunk, mert évről évre folyamatosan gyarapszik a létszám az iskolának. Ugye ezt most érdekes volt éppen a vezetői programot, mikor írtam, ahogy láttam, hogy csak az 5 év alatt 174 gyerek volt még 2009-ben, és 234 gyerek van most. Éppen akkor készített egy cikket Sohány professzor az iskolánkról, és tegnap előtt felhívott már egy adományügyben hívott engem föl, és
mondta, hogy hányan is vannak, Évike, 170, és akkor mondtam, hogy professzor, 234-en. Hogy lemaradtam? Tehát ez az iskola, de hasonlóképpen az óvodánk is. Visszatérve a létszámhoz, tehát ugye most például egy első osztályotok indult, viszont egész nagy létszámmal. Igen. Tehát itt most csoportbontást is kellett csinálni. Így van, hát illetve én döntöttem így, mert ugye 30 fővel még indulnak osztályok, úgy, hogy nincs csoportbontás, de én így szerveztem meg az iskola életet, mivel nem jellemző iskolánkban a nagy létszám. Két ilyen nagy létszámú osztályunk van, a jelenlegi 6. osztály, meg a mostani első osztály, ahovelyik 30-31 fő a 6. osztály, és ezen a két év folyamon úgy tanítunk, hogy megbontjuk a gyerekeket, tehát 15-16 gyerek van egy csoportban, és ezt a pedagógusaink kivállalták, ez azt jelenti, hogy nem 22, hanem 24, meg 25 órát vállaltak ki, de ezt megbeszéltem a kollégákkal, azért tudjuk ezt a bontást megtenni. Mindenképpen a gyerek szempontjából ez sokkal, sokkal jobb, hisz sokkal nagyobb. Hát az egyéni foglalkozás tekintetében ez... Személyre szóló odafigyelés természetesen sokkal könnyebb, kisebb létszámban, de nem probléma a nagyobb létszám se, hisz vannak osztályaink már, mert nagyon, tehát mi alkalmazzuk a különböző munkaformákat, tehát nem frontális az osztálytanítás alapvetően. A differenciálás a kis csoportokban, illetve a kooperatív módszer hasonlóképpen jelen van és benne van a gyakorlatunkban, ahol a gyerekeknek a fejlesztését kis csoportban, vagy csoportokban, vagy differenciáltan oldjuk meg. De nyilván ez egyértelműen segíti azt is, amiről a tehetséggondozásban beszélünk, hogy kis csoportban a személyre szóló odafigyeléssel. Ugye beszéltünk róla, említettük, hogy 2011 óta működik a református óvoda, és tehát akár egyfajta bázisa is lehet az utánpótlásnak az általános iskolába. Szóltál róla, hogy ott is folyamatosan növekszik a létszám az óvodában. Igen, jelenleg a négy csoportban, a négy csoportos óvodában 104 gyerek van. Nagyon nehéz azt megtennünk, hisz ugye ott a mi tárgyi feltételeinken még pályázattal kell majd javítanunk, hogy minden kiszolgáló helyisége is meglegyen a református óvodának. De eznek ellenére, hogy nagyon szeretnek bennünket, és tényleg ott is van, akit nem tudtunk már fölvenni, vagy nem fért be már most azóta, hogy hozták, mert olyan nagyok a csoportok. Tényleg fölmerült a fejlesztés ott is, egy ötödik csoportot, ha a pályázat erre nekünk lehetőséget ad. Most csak a négy csoportban gondolkodva. Egy bázis ez valóban az iskola mellett, de... Csak egy példát mondva, az elmúlt évben a jelenlegi mostani 30 fős első osztályunkban 16 református óvodás van. De az előző évben két első osztályt indultottunk, abból 20 volt a református óvodás. Tehát nekünk még a felét a református iskola gyermekeinek mindig a világi óvodából érkező gyerekek adják. Az idei évben is, meg az előző évben is. Most is van erre jelzés felém. Most egy nagyobb létszámmal vagyunk a református óvodában, akik elsősök lesznek, de nagyon sokan jelezték már a hajdonánási óvodából, hogy ide szeretnék hozni a gyermeküket. Nincs ilyen szoros átmenet, tehát nincs ilyen szabályozás a szervezet és működési szabályzatnak, hogy automatikusan hozzánk kell hozni a gyerekeket. Most is volt olyan református óvodás szülő, aki nem hozzánk hozta a gyermekét, és nekünk sincs ilyen kötelezettségünk, hogy automatikusan át kell venni. Különösen ez azért is fontos, mert ugye csak az szerint tudjuk felvenni a gyerekeket, ami az alapító okiratunkban van a szabályozás szerint, tehát az szerint tudjuk csak felvenni a gyermekeket a sajátos nevelési problémákat tekintve. És például én magam szerettem volna kezdeményezni, hogy mozgásfogyatékos gyerekeket vegyünk föl, mert van nálunk, ugye ismeri ezt a város egy család, akinek a testvérét is mi ballaktattuk el, meg most is van nálunk tolószékes kislány, de erre nem kaptam engedélyt a kormányhivataltól, tehát jelenleg nagy szeretettel, úgy van nálunk a gyerek, hogy mi erre normatívát nem kapunk. Mert nincs meg az a feltételünk, nincs meg az a szakember feltételünk, nincs lift az iskolába, tehát igaziból nincs meg a feltétele. Tehát aminek nincs ott a sajátos nevelési probléma, ami alapítókiratunkban, az nem a mi elzárkózásunk, hanem a tárgyi feltételeink meg a hiánya. Hasonlóképpen az autista gyerekeknél is. Nekünk nincs ilyen tárgyi feltételünk, semmilyen tekintetben, hogy fogadni tudjuk a gyerekeket. Említetted, hogy akkor
Tehát az iskola ilyenféle fajta és óvoda korszerűsítésére próbáltatok pályázni? Igen, és most igen. Nekünk is volt óvodafejlesztés pályázatunk. És ez most ilyen függőben van? Vagy? Ez, a Keopos pályázatunk van még függőben. Ez nem nyert. Vagy legalábbis tartaléklistára kerültünk az óvodafejlesztésben, és hasonlóképpen egy másik pályázatunk, ami szakmai pályázat volt. Innováció az is tartaléklistán, tehát jó volt a pályázat, csak nem került elfogadásra. Most a KEO pályázatunknak várjuk az eredményét, iskolánál és óvodánál is, hogy a jövő tanévben, nevelési évben már mi is egy megújult energetikai felújítás. Van más pályázatunk is, még a Makovecz féle tervek ott vannak talomban, nagyon szép tervei készültek még Makovecz Imrének életében a iskola bővítésére. És úgy azat is hallottuk, nagy tiszteletű Gacsai Gábor lelki pásztortól tudom, hogy van tárgyalt ebben a minisztériummal, hogy vannak tervek, miszerint ezek a tervek talán megvalósulnak. Ez is egy reménység az iskola bővítésére vonatkozóan, hisz jelenleg a református iskolában azzal, hogy két osztályban, ugye van most jelenleg 10 osztályunk, várhatólag a jövő évben, hogyha a két első osztályt tudunk indítani, és olyan sok a jelentkezés, hogy én ezt most úgy látom, mindent el fogunk követni, hogy meg tudjuk tenni a két osztály indítását, akkor 11 osztályunk lesz. Minden zegzug, és ott van a 15 nívócsoport, a sok szakköri foglalkozás, a korepetálások, ugye a délutáni tevékenységrendszerben, tehát teljesen belakott az még egy, van egy kis szeltár helyiségünk, ahol még korepetálni szoktak, de most már jön a hideg, ott már oda már nem tudnak bemenni. Sőt, ugye az orvosi szobánkban folynak a fejlesztések, a logopédiai fejlesztések, tehát amit ugye Tehát gyakorlatilag belaktátok, sőt, majdhogy nem ki is nőttétek majd meg ezt a régi iskolai épületet. Igen, ez igaz ránk, úgyhogy most már csak valóban hiszem az Isten segítsége ott lesz ebben. Mert nyilván annyit feladatot kell mindig elvégezni, amit ránk bíz a jó atyánk, mindig megkaptuk. Mi egy kicsit fájlaltuk, hogy a KEOP még nekünk elmaradt, de most legutóbb is egy igazgatóhelyettes asszony volt egy mesterképzésre jár, ugye most az új köznevelési törvényhez kapcsolódó lehetőség ez, és ott is így mondták, Irénke, ne csodálkozz, vagy ne szomorkodjál, csodálatos dolog, amit ti csináltatok a Hajdúnánáson. Tehát így látnak bennünket. Én azt gondolom, hogy a lelki építkezés és a szakmai építkezés előzi most meg, majd biztos erre lesz meg az áldás az épületnek a Említetted, is. Említetted a beszélgetésünk elején, hogy tulajdonképpen te nem pályázatot írtál, hanem vezetői programot. Igen. Sok mindenről beszéltünk. Van ebben a vezetői programban olyan dolog, ami valami teljesen új az eddigi gyakorlathoz képest? Vagy pedig azokat szépen, módszeresen, minden évben újból felépítve tovább viszitek? Ami teljesen új, az a hosszú távú tervekben fogalmazódott meg, mert éppen a helyhiány miatt vannak olyan területei a szakmai munkánknak, aminek én a tárgyi feltételét nem tudom kellően biztosítani. Ezek éppen a természettudományos tantárgyak, és ahhoz szeretnék szaktantermek kialakítását. Ha a Makovecz tervek megvalósulnak, akkor az is megoldásra kerül. Tehát ennek a kialakítás és ebben való tehetséggondozás szeretném erősíteni. Egy kicsit hasonlóképpen nagy öröm és segítség számunkra, hogy a gimnáziumnak pedig ott van az öveges igen. program, tehát ugye járnak is a gyermekeink tanáróral együtt. Ebben szeretnék előre mozdulni, de egyébként az elkezdett irányvonalat, tehát a tehetséggondozó programunknak a teljes innovációra való kidolgozását, tehát olyan módon, hogy ez bekerülhessen a szakirodalomba. Mert ugye ez még csak egy gyakorlati szinten pedagógiai program szintjén van számunkra, hisz tudjuk, hogy ez a tanulási stílusokra épülő egyéni fejlesztés, egy több dimenziós tanítás folyik, tehát ennek egy komoly szakmai irodalma van. És ezt szeretném, hogy bekerüljön ez a programunk. Ez kimondottan egyházi iskoláknál ajánlott, de hát végül is minden, mert itt ugye ennek biblikus alapjai is vannak, ennek a tehetséggondozásnak. Tehát ezt szeretném tovább vinni. Valamint már most nagyon hálás vagyok valóban azért, amit a néptánc vonalon, ahogy kiléptünk ebből, most már az ifjúsági csoport, a református iskolás gyerekek adják, akik elballagtak tőlünk, de ugyanez a helyzet a cserkészetnél is. 2006 óta működik a cserkész csapat, a Sós Gábor cserkész csapat, már most két őrs
van, illetve három ős, mert a harmadik ős már a Bocskai iskolában van, tehát ilyen módon kapcsolódott a városi iskola is. Tehát három ős van jelenleg a 129-es számú Sós Gábor cselkész csapatban, ebben két ős a mi iskolánkban van, és ezeknek az ősvezetői már tőlünk elballagott cselkészek, akik elvégezték a képzőt, az ősvezető képzőt. Hasonló, ilyen még a Refilm stúdiónk, ahova visszajárnak a tőlünk elballagott diákok. Azt is szeretnénk valóban országos hírű az eredményeivel, és szeretnénk ilyen módon is megtartani a szállat, a kapcsolatot az elballagott diákjainkkal, de mindenek felett ott van az egyházközség, aki a templomában ugye rendszeresen várja vissza ezeket a gyermekeket. Tehát mi tőlünk az elballagott diákok nem mennek el véglegesen. Nagyon sokan mondják szülők, hogy hát legszívesebben el se vinnék, ugye, hogy mikor lesz gimnáziumunk, mert szeretnék. Hát ez már valóban a jövő, hogy szeretnék, hogy itt maradjon gimnáziumban, és hogy egyházi berkeken belül maradhassanak a gyerekek gimnáziumban. Hát ez tényleg nagyon-nagyon a jövő zenéje. Hát, hát ez valóban, ennek ugye terveit sem tudom most elmondani, mert ami lehetőségeink. Hát ugye annak idején erről volt szó, de ugye akkor anyagi okok miatt ezt nem tudta a református egyház, sem úgy a helyi, sem pedig a megyei terület, senki nem tudta felvállalni ennek a, mert egyébként lett volna rá lehetőség annó. Tehát arra, régen. Hogy igen, itt most én a felfejlesztésről beszélek, nem arról a lehetőségről, hogy a elmenő gyerekek egyháziskolába járhassanak. Hogyha ennek bármilyen lehetősége még megadatik, akkor azért hálásak leszünk a Jóistennek, hogyha ez valóban ilyen módon is. Mindenképpen nagy féltő szeretettel figyelünk most a gimnáziumra. No, hát sok szép dolgot hallottunk. Református gyökerei vannak. Nagyon sok szép dolgot hallottunk tőled, és akkor így hallgatja az ember, szinte azt gondolnánk, hogy ez egy élőszerves közösség, és szinte egy olyan békeszigetének tűnik. Hát bizonyára így is van. Hát azt mondják, nekünk nagyon érdekes ezt látnunk, amikor hozzánk érkeznek pedagógusok, most is vannak új munkatársak pedagógusok, és rácsodálkoznak arra a közösségre, amiben vagyunk. Hogy vagy egy napot töltenek nálunk, vagy szülők elhozzák a gyerekeket, mert szeretnék áthozni, és egy napot hospitálnak, és akkor azt mondják, hogy ez így, ahogy mondod, Zsuzsika, hogy ez egy békesziget, és nagyon jó abban a közösségben, mi úgy mondjuk, hogy szeretett közösségben lenni. Egy diákunk fogalmazott így, hogy azért volt jó a mi iskolánkba járni, mert itt a pedagógusok szeretik egymást. Most ez biztos máshol is így van, de valahogy talán jobban megtapasztalja a diák azt a szeretetet, ahogy mi megöleljük egymást. Nekünk ez benne van a mindennapi találkozásunkban. Imádkozunk egymásért, a munkatársak is, a gyerekekért, a gyerekek miértünk, és az osztályközösség. Tehát ennek megvan egy ilyen nagyon csodálatos közösség formálása, amiben minden reggel egy békességes légkörrel kezdjük a napot. A gyerekek és pedagógusok is. És ez nagyon jó egy munkahelyen. Ebben a légkörben tartjuk, vagy ebben töltik az idejüket a gyerekek, tehát nem oldja meg azt, hogy van egy hittanóra. Karácsony Sándornak van ugye ez a mondata, hogy a nevelés légkör kérdése. Tehát valóban egy református, egy egyházi iskolának a légköre az egészen más, mint a nem egyházi, nem iskolai, más a légkör. Más, amiben vagyunk, és ezt különösen is érdekes, mikor kívülről így megtap. Azt mondják, még belépni is jó az iskolába, tehát ahogy ott fogadják a gyerekek a belépőket, fogadja az Isten igéje a belépőket, és úgy megpihenni jó abban a No, hát akkor maradjunk ennyiben, beszélgetésünk végére értünk. Kívánunk neked nagyon sok szép sikert a munkatársaiddal, kollégáiddal együtt, és hát akkor maradjon ez a békesziget. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen.